Az emberben él egy ősi ösztön, hogy segítsen a társain. Ha valaki eltűnik a hegyekben, keresni kezdik. Ha földrengés dönt romba egy várost, a világ minden tájáról érkezik támogatás. Ez az ösztön minden kultúrában ott van. Kivétel nélkül. Óra 30-kor a műholdak vihart észleltek, amely a marsi bázis felé tartott. A vihar olyan erősnek bizonyult, hogy kénytelenek voltunk félbeszakítani az expedíciót. De az evakuáció során Mark Watney űrhajós meghalt. A nagy sikerű könyv alapján. Új naplóbejegyzés. Itt Mark Watney. És életben vagyok. Ahogy látszik. Nem tudok a NASA-nak üzenni. És ha tudnék is, 4 év, mire a következő űrhajó ideér, a modul pedig 31 napig képes életben tartani. Így egyetlen halvány esélyem maradt feltalálni az életet a Marson. Jól van, akkor számoljunk. 4 évnyi élelmet kell termesztenem. Itt, a halott pusztaságban. Bár ha nem tudok valahogy üzenni a Földre, mindez lényegtelen. Minden rendszer rendben. Houston, új videó üzenet érkezett. Az egész csapatnak szól. Jázz le! Úristen! Mark Watney életben van. Érted, jövünk. Juhú! Ezt kapt ki Neil Armstrong. Magára hagytuk. Vissza kell mennünk. A NASA másként döntött, úgyhogy ez nyílt lázadás. Ha elszúrjuk az összekapcsolódást, meghalunk. És ha nem tudjuk kihasználni a Föld gravitációját, akkor is. Ez a világűr, ahol csak magadra számíthatsz. Itt csak egy dolog biztos. Ami elromolhat, el is romlik. És az ember azt mondja, itt az út vége. Lehetséges, hogy életben van? Mentő expedíció. A segítség csak 140 millió mérföldre van. Hamarosan a mozikban.